Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába. Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér. Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek. És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől. A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre. De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet. Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépte az 1 milliót. Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk. Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Most, amikor ezt a felvételt megejtjük, nem tudom, hogy október 5-e úgy különösebben miről lehet híres. Holnap ugye az aradéjakat megünnepeljük. Sanyi! Igen, róla. Hát, de miért? Te azt hitted, hogy én ezt nem tudom? Ja. De már belevágott a felvezetésbe. Jaj, hát Isten éltessen, a szerkesztőség nevében. Jaj, de jó. Fokkoljuk is föl gyorsan, hogy mennyivel jobb is lesz. Nem azért mondom, a kedvenc pedig. Legjobb. A világ legjobb. Tájékozott emberek vagyunk, Sándor. Így van. No, hát akkor egy ilyen ünnepi pillanat után. Köszönöm. Csintalan Sándor, a szülinapos. Jó napot, magyarok. Reichert János, aki itt is ott van. Hogy Isten. Ugye? Ezek szerint a cigány helyzetről beszélgettetek, nagyon ugye? Jó beszélgetés volt, nem akarom promotálni a lapot, de tényleg jó volt. Forgács István nagyon otthon van ebben a témában. Én meg elvégeztem a dramaturgiailag rám osztott feladatot, igyekeztem kontrázni ellenponthoz. Nagyon, szerintem úgy jó, hogy van, az Ádám nagyon jól megírta Tomposánál. Vegyék, vigyék, mert hogy segítenek vele minket is. Dévény István. Balogh Gábor. Sziasztok! No, hát több témánk is van, ahogy az lenni szokott, aztán majd kettőt kibeszélünk ebből. Konok Péter majdnem ideért. Meséljük el. Hát de leszakadt a felső vezeték. De nem a Péternek nem van felső vezeték? Nem, neki nincs, de most már Mávnak sincs, ugye, mert leszakadt, úgyhogy most nem jött össze. Hadd idézem a Facebook posztját, mert szerintem zseniális mondat, hogy szegény éppen vercserekként hazafelé tartott, hogy nem sikerült a nagy áttörés, hogy eljusson Budapestre, és érkezett a MÁV applikáción neki egy értesítés, hogy gyönyörű új büfékocsik érkeztek a MÁV-hoz, mondta, hogy megnézni képek is voltak, mondta, hogy gyönyörűek, minden, milyen jó lenne megint rajta egy sört. Aztán a végére eszébe jutott, hogy de mi a francnak van rajta kerék, ha úgysem megy. Jó a büfékocsi, lehet ott sörözni, meg enni, meg minden, de hát ez úgyse gurul. De még ehhez hozzátegyük azt a vaprosságot, hogy szegény visszakarta váltani a jegyét, mert hogy ugye hát nem tudta igénybe venni a szolgáltatást, de mivel applikáción keresztül csinálta, úgy nem lehet. Úgyhogy még le is mondták a vonatjegy árát. Na jó, hát ennyit a most ögyes, már viszonyokról. Ügyes. De most képzeljétek el egyébként, hogy mondjuk valamiféle ilyen rendkívüli esemény kapcsán egy-egy ilyet, hogy mondjuk te itt vagy, vagy ott vagy, vagy amott vagy. És mondjuk ez a hatóság, meg mondjuk egy nyomozó hatóság, ez fontos. Ja. És akkor megnézik? És ott ültél a vonaton. Ott ültél a vonaton. Ja. Miközben nem is ültél a vonaton. Meg és nem, nem is volt vonat. És nem is volt vonat. Azért ezzel hamar lebuknál. No. Adtunk egy jó tippet a bűnözőknek, hogy lehet eltűnni a hatóságok szem el. Veszel egy mávjegyet, és ott ülsz a vonaton, ami nincs. Jó, de akkor is a cella információidat tudják követni. Nem akarok tippeket adni, de hát sok ilyen kémkönyvet olvasok. A rendőrséget is állom.
működteti, úgyhogy bármi lehet ott is. Igen, az is igaz. Hát a rendőrség jut eszembe, hogy tudjátok, volt ez ez a gigaüldözés, Kiskunmajsától üldözték Szentendrig. Egyébként én ott azban a körzetben lakom, teljesen megbénult minden, teljesen. Ezrével késtek el az emberek egy ilyen autóüldözés után, százával a gyerekek a suliból, olyan dugók voltak, tehát 4 óra alatt lehetett bejutni Budapestre, 5 órától, hajnali 5 órától, de hát a rendőrség annyit, hogy 173 kilométeren keresztül nem tudtak megfogni egy szakadt Audit, ami tele volt emberrel, gyerekek. Hát hogy munkodik? Nem értem. De hát fölhajt egy olyan autósztrádára, még a 12 kilométer múlva van egy lehajtó, akkor ez nagyjából ki lehet találni, hogy merre megy. Tehát mondjuk 173 kilométerre lehet volna szerintem néhány alkalom, de hát tényleg nem vagyok rendőr. Igen, hát ez de a Nepál. Azért ez egy bonyolultabb műfaj. Tehát, hogy most lehet, hogy ott pont lett volna alkalom, de ott akkor voltak civilek. Tehát, hogy igen, jó. Szerencsére a Dunakanyar meg azt a névtelen. Amit a NER meg az állam működtet, a Mészáros Bank már egy hete lassan padlón van. Mert hogy nincs. Hát nem pedig informatikai. Hát belecsaptak egy informatikai fejlesztésbe, amit minden normális bank mondjuk szombatról vasárnapra virradó éjszaka szokott, tudom én, éjféltől 5-ig körülbelül. 3 nap, hát már egy hét elmegy lassan. És 3 napot adtak rá maguknak, ugye? Hát már az is nevetséges volt, hogy 3 munkanap. Azóta se lehet rendesen belépni, most van olyan ismerősöm, aki már megkapta a kódját, belépett, nincsenek meg az előzmények, nincsen, nem lát semmit, a céges adatok eltűntek. Ne fessük az ördögöt, a szalai. Ilyen a szocialista. Ügyes. Amióta... Olyan, mint a már. Amióta... Hogy kell fogalmazni, ugye, mert a Diginek romániai magyarok a tulajdonosok. Ja, igen. Ugye? Na, a Diginek már hát eladták. Hát erről beszélek, hogy amióta eladták, most jó. Nem fogom ide idézni a forrásaimat, de mondjuk a tévés források, meg nézői, hogy mely repülésben van. Technológiailag, tehát adás probléma van. Olyan tévéktől, amik vevő probléma van, nézői probléma van, minden, semmi nem működik sehol. Nincs elvárás, de van pénz, az nem szokott a hatékonyságnak jót tenni. De egy dolog működik eddig, 2 hónapra előre elküldik a számlát, és hogyha a derék előfizető nem figyel oda, akkor mondjuk októberben befizetheti a decemberi számlát reflekba, mert jó az, ha befolyt. Na, beszéljünk ügyes, akkor a harmadik. Ügyes, az is. Nagy örömhírről, ugye, hogy 2 Nobel-díjat is Magyarország hozott el, illetve nem Magyarország, hanem egészen pontosan Karikó Katalin. És Krausz. És Krausz Gábor. Krausz Tamás. Tamás. Krausz Tamás. Ferenc. Elnézést. Azt ti tudtátok egyébként? Nem kaptuk. Azért a Krausz Gábornak többen gratuláltak. Tehát volt egy kis keveredés. De ő a séf, vagy kicsoda? Ja, híres, mert híres? Igen. Ez a... Azt tudtátok, annyira fájt neki a szakítás Tóngabival, hogy gyorsan feltalált valami senki által nem értelmezhető lézeres. Azt ti tudtátok, újra belekezdek, hogy Karikó Katalinnak van egy olimpiai bajnok lány? Hogyne tudom. Itt született Magyarországon. De amerikai az Egyesült Államokban nyert, ott is. Igen. Én nem tudtam például, és itt a szerkesztőségben csináltam egy közvéleménykutatást, senki nem tudta, ti mindannyian tudjátok, akkor úgy látszik a nézők között is ilyen az arány. Engem meglepett, azért nem rossz genetika, nem? Hogy a mama hát agyilag van a toppon, a gyerek... Alánya. Evezős. De most ami fontos, nem, tehát, hogy hát mind a ketten... Az anya agyilag van toppon a lányom. Nem, oda akarok kiukadni, hogy annyiból én látok hasonlatosságot, hogy mind a kettő a kitartóknak a műfaja. Érted? Tehát az evezős az nem rövid távfutó. Érted? Vagy magasugró. Ezekben a sportokban nagyon óriási önfegyelem kell. Tehát óriási kitartás. Hát ennyiből én úgy gondolom, hogy a szóban forgó bajnoknő ennyiből hasonlít tényleg a mamájára, hogy mind a kettőjüknek, de a fontos az, hogy mind a kettő megtalálta a maga tehetségét, és abban ki tudta futni magát. Na, de azért akkor ha már így, és akkor nem veszünk el abba a
pomádéba, ami a dolog körül zajlik. Hagyj említsük meg az édesapát férje, aki egyébként egy, ha jól tudom, autószerelő különben. De valami műhelyük, mindegy. Igen, igen. A lényeg, hogy ez tényleg egy család. Mert igen, tehát a papa hagyta mamát dolgozni, őrült kockázatokat vállaltak meg. Ugye a kis plüssmaciba csempészett ki 600 fontot. Nyakáltak mindent. És nem fogok nekiállni most semmilyen módon, semmiféle formában csápolni. Amikor még asszonyságnak hívták az illetékesek ezt a hölgyet, akkor is tudtuk, hogy nem akárki. Nem most fogom megtudni a kedves vezetőtől, meg a többi idiótától, akik ráadásul még annak idején lelkesen piszkolázták a Pfizert. Na mindegy, szóval Isten áldja mind a kettejüket, amúgy szeretném megemlíteni azt a el nem hanyagolható tényt, ami számomra nem elhanyagolható, na szóval ilyen ideákra volna szükségünk, ugye Krausz Ferenc, a Nobel-díjának az összegét az ukrán áldozatoknak ajánlotta föl az első fillértől az utolsó fillérig. Ennyit a fjordokról. Azt akartam, nagy jót tett a magyar nemzet, hogy mondjam, a magyar név fényesítésében az kicsit eljön. Ellensúlyozta azt a politikát, amit Druzsba Péter művel a világban. Pontosan. Még egy dolgot adnosják el nektek, van egy... De nem baj, szerintem így... Jó, de csak egy mondat csapunk, lesz. Csapunk túl, hogy, de ott annyi minden van. Hogy a magyar nemzet, ugye most csinálom ezt a demográfiai dolgot, amit megígértünk a nézőknek, nem lesz kész ezen a héten, viszont én nagyon bízom benne, hogy igen érdekes lesz, hogy ugye a két legismertebb magyarból az egyik az türingiai Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Erzsébet, őről tudják öt földrésze, hogy kicsoda, a másik meg Puskás Ferenc. És Puskás Ferencről azért azt tudni kell, ugye, hogy őt igazándiból svábnak becézték az öltözőre. Mert a sváb. Hát mert sváb volt, persze, csak ezt akarom elmondani, hogy a nagymamája egy szót se tudott magyarul, az unokája sem tud egy szót se magyarul. Mert a nagymamának itt Magyarországon nem kellett megtanulni magyarul, leírta az életét, úgy az unokája pedig Spanyolországban nem szorult rá, hogy magyarul beszéljen, hiszen ott született, ott él. Ott van családilag ez a nemzetek egymásba játszása, és sajnos hát az, hogy a magyarságunk milyen borzasztó veszteségeket szenved el az utolsó évszázadban, főleg 1945 óta, vagy 40 óta, borzasztó. Tehát Krausz Ferenc is ugye azt, hogy ezzel a tudással, ezzel az ötlettel ugye azért itt kapott ő támogatást, tehát most nem, én nem akarom ezt a kormányra kihegyezni, én úgy gondolom, hogy itt valahogy régóta nem akar a helyére kerülni a tudás, az őt megillető helyre, a kreativitás, az alkotóképesség, és hát pont Karikó Katalinnál beszéltük, a szorgalom. Tehát ugye ajánlom figyelmükbe az újságunkat, a Szabolcs nagyon jót írt, szerető Szabolcsnak a mostani publiában egy olyan mondat van, amit mindenképpen érdemes, tényleg nem tudok mondani, olvassák a lapot. Azt mondja, hogy igen, csak a valós teljesítményt elismerő, érdemalapon működő rendszerek lehetnek tartósan sikeresek. De. Márványba kell vésni. Ja, az a vicc, hogy ezt a nyilvánvaló dolgot kell újra is de mondjuk én tehát tényleg nem a kormány védelmében, meg én is azt gondolom, amit te nagyjából, de hogy azért ebbe a csúcs tudományban és csúcs kutatás világában ez a nemzetköziség, ez van. Tehát, hogy mindenki össze-vissza épp ahol lehetőséget kap, ahol olyan a technika, ahol olyanok a kutatótársak. Tehát, hogyha megnézed, azért általában az van, hogy szinte senki nem odahaza, hanem épp valahol. Hát, sőt, az összes magyar Nobel-díjas közül egyedül Szent Györgyi. De nem erre, nem a múltra gondolok, hanem a jelenre. Hát azt látjuk, hogy vannak csúcsegyetemek, és ezek a csúcsegyetemek környék, ez egyszerűen felszippantja ezeket az embereket. És akkor most belemehetünk, hogy van ez az a kedvenc, a globalisták versus szuverenitás pártiak. Megbeszélés, hogy magyarán abszolút egyetértek. Én még maradék ennél,
a híradó nem fog menni. Híradó főcímet, vagy híradó címet, aláírást láttátok? Nem. Hogy Nobel békedíjjal. Nobel-díjakkal provokálják. Igen, de ez vicc. Igen, ez az nagyon szellemes. Nem, ez poénból volt, ez poénból rakta oda valaki, igen. Ugye a kérdésekkel provokál az újságíró című sajtótörténeti főcímre utaltak ezzel. A svédek Nobel békedíjakkal provokálják. Hogy arról volt szó, hogy tisztegünk a két Nobel-díjas, hogy nem menjünk már a pocsolyába. Jó. Na, lépjünk tovább. Van még ebben? Nincs. Még annyit jutott eszembe, bocsánat, csak... Nem a kormány védelmében. Nem. De mondjuk azért. Jó, hát tudod, hogy a DK-s szekértolást ezt ellensúlyozni kell. Fidesz szekértolása. Hogy a Orbán Viktornak az a interjúja még a első-második Covid hullám, hogy hát a kínaiak azok azért érzik ezt a dolgot, úgyhogy ők tudják, mert hiszen ők ismerik a legjobban ezt a vírust, úgyhogy ő mindenképpen a kínai fogja választani. Nem lett igaza. Hát tudjuk, hogy igaza lett, szerintem. Fogalmam. Azt nem tudjuk, azt hogy nem a kínai oltás olyan szar volt, különösen egy életerős fiatal embernek, lehet, hogy ugyanolyan jól működött. Időseknek nem nagyon ajánlották, a kínaiak sem, mondjuk ez az, amit nálunk annyira nem lett. Nem menjünk már ebbe bele. De nem például két kínait kaptam meg, két tízét. Hagyjuk már ezt, jó? Tényleg. Hagyjuk. Jól, rosszul emlékszem én, hogy ez a Ficó nevű ember, ugye, aki most nyert az északi határ mellett. Ő azzal lett tulajdonképpen Szlovákiában híres, hogy a legsúlyosabb magyar gyalázó ember volt. Hát nagy a verseny. Nagy a verseny. Mecsár jobb volt. Igen. Na meg Jászlóta, de azért tegyük hozzá szerintem, hogy a Ficó az egy nagyon pragmatikus politikus, tehát hogyha neki aktuálisan az hoz többet, akkor táborba záratja a magyarokat. Tehát én nem nagyon értem, hogy a nemzeti politika jegyében miért gondolja valaki, hogy majd Robert Ficóval megoldják a szlovákiai magyarságnak bármelyik problémáját. Senki nem gondol erre. Tessék? Hát senki nem gondol erre. Nem azért szeretik most, hanem a háborús. Nem hogy itt az asztalnál bárki gondol erre. Nem, de ezt még pártunk és kormányunk sem mondja egyébként. Az az érdekes, hogy amit ők mondanak, az a saját koordinátorrendszerükön belül logikus. Az a kérdés, hogy milyen ez a koordinátorrendszer. Tehát ugye ők azt mondják, hogy az a... Sanyi, figyelj, az a jó hírem van, hogy születésnapod van. Oké. Igazadban jó. Nekem már harangoztak, látjátok. Igen. Mondjál, Gábor, bocsánat. Szóval a szuverenista politika győzelmét látják ebben, és azt mondják, hogy Ficó az uniós központosítás ellen, meg az amerikai nyomás, meg minden ellen majd velük lesz. Zárójelben is tenném azt, hogy ezben igazuk van-e vagy sem, úgy általában, morálisan, meg minden más tekintetben, de abban a koordinátorrendszerben nekik igazuk van, ők joggal örülnek. Ami engem ebben igazán érdekel, az, hogy ebben a koordinátorrendszerben helye sincs a felvidéki magyarságnak, mint olyannak. Tehát alig hallottál te megnyilvánulást a magyar politikai elittől, megjegyzem egyébként egyik oldalról sem, úgy érdemben valamit arról, hogy nem jutott be megint Pozsonyba egy magyar párt, vagy egyetlen magyar képviselő sem, származású igen, de magyarságot kimondottan képviselő nem. És hogy ez 2010 óta igen. Most már így van, ami valami egészen elképesztő tragédia. És erre a magyar kormányzatnak érdemben semmi szava nem volt. Az tény, hogy elment a külügyminiszter is egyszer vagy kétszer elmondta valami ilyen falunapon, vagy nem tudom milyen gyűlésen, akár a magyarokra kéne szavazni. Majd 435-ször elmondták egyébként, hogy Ficó mennyire fontos, és hogy ő az igazi szuverenista hős. Úgyhogy itt inkább azt látom, hogy a gondolkodásukból került ki, és ez tényleg lehet mondani, hogy került ki, mert azért ez nem volt jellemző a Fideszre. Még 4-5-6 évvel ezelőtt sem ennyire. Hogy ennyire ne legyen szempont ez a kérdés, és mindent egy ilyen kizúmolt álláspontból képviselnek, mert Orbán Viktor már a világerők ellen küzd, ő már egész Európát újítja meg. Az, hogy ott él pár százezer magyar, és egyrészt nincs képviseletük, másrészt egy olyan kormányuk lesz valószínűleg, ami hardcore magyar ellenes lesz sok szempontból. Tegyük hozzá, hogy ez a mostani kormányzatnak is volt ugye például egy olyan terv, hogy átalakítja a megye rendszert úgy, hogy még magyar többségű járás se legyen, ha már megye nincs. Tehát azért ez egy tényleg 1920 óta átívelő nemzetstratégia, minden szomszédos országnál valahogyan a magyarságot leradírozzák a térképről. Működik ez más jellegű
kormányoknál is, vagy más színezetűeknél, csak az a helyzet azért, hogy itt nyilván vannak fokozatok, meg az, hogy kinek mennyire áll a fókuszában a politikájának ez, és Ficónak egy bizonyos időszakban tényleg a fókuszában állt. Most éppen nem beszél erről, mert nem annyira érdeke. Itt majd az lesz az érdekes, hogy középszinteken, meg alsó szinteken mi történik. Mert emlékszünk arra, hogy amikor Ficó kormányon volt, és nagyon barátkozott Orbán Viktorral, és akkor egyébként a hivatalos uszítás már a Ficó utolsó pár évében nem volt jellemző már a migrációs válság idején, mikor ők egy oldalra kerültek Orbánnal ebben. Na de hát azért ott voltak az SNS-nek, ami ugye a Szlovák Nemzeti Párt nevű magyar ellenes formáció, ott voltak a különböző hivatalokban az emberei, és ott szivatták a magyarokat, ahol csak tudták, és hogyha ezek a figurák visszakerülnek, megint csak azokra a szintekre, ahol meg lehet szivatni a magyarokat, akkor ezt meg fogják tenni. És jobban fogják tenni, mint az eddigi kormányzat, mert jobban fókuszában áll ez a kérdés a politikájuknak. Úgyhogy örülni nincs minek. Az a helyzet, hogy mondjuk a nyilvánvaló tényeken kívül, főleg, hogyha azok sporadikusak, hosszabb távú folyamatokat kell elemezni, és úgy sajnos a puzzle kezd magától kirakódni. Szerintem most már nyugodtan kimondhatjuk, vagy én legalábbis így gondolom, hozzád is, meg a Janóhoz is kapcsolódva, hogy ezeknek a nemzet, mint olyan, sose volt a gondolkodásuk középpontjában. Az is egy pragmatikus döntés volt, hogy ezekkel a jelszavakkal, ezzel az ideológiával hatalomba lehet maradni, vagyis hatalomba lehet kerülni, hatalomba lehet maradni, és még egyébként konszolidálni is lehet a szuverenizmus jegyében a hatalmat. Én szerintem az, ami most a szlovák-magyar viszonyban Ficó és Orbán között zajlott, az is egy egészen elképesztően leegyszerűsített pragmatizmus. Egyébként egyszer túlsványosan odaszólt az Orbán, és jól lecseszte a felvidéki magyar politikusokat, de ezen kívül tényleg semmi nem. Úgy van, ahogy te mondod. De hát miért is nem? Mert egy sokkal fontosabb ügyet szolgál. A gazdagodás. Jó, annak feltétele, hogy annak feltétele, hogy elvégezze a munkáját, az ő munkája most az, mint hegedűs hadnagyé volt annak idején, az Egyúvár védelme idején. Ő egyszerűen áruló. Putyin bárja, Putyin bábkormánya, azt az ügyet szolgálja, hát azért ne vicceljünk már, tényleg csak így a feledés homályába vész, hogy néhány hónappal ezelőtt nagyjából 1000 embercsempészt kiengedett a börtönből. Akik egyébként eltűntek és felszívódtak. Majd egyszer csak mi történik? Szlovákiában választások közelednek. És mi történik? Elindulnak a migránsok Szlovákiába, Szlovákián keresztül, óhajtanak eljutni hirtelen Nyugat-Európába, simán átmennek Magyarország. Mit áld Isten, még egy kis késedést is összehoztunk. Tehát amikor az embercsempész bandákról delirál a Szijjártó, hát az a helyzet, hogy a megbízókkal kéne foglalkozni, a megbízókat kéne kiemelni ebből a rendszerből, mert ha valakinek eminens érdeke, hogy a jelenlegi állás szerint létező unió abban a reményben, hogy az orosz stratégiai célok, maradjunk most ennél a kifejezésnél, realizálódjanak, ez az kell, amit ugye Orbán oly szellemesen mondott, hogy vagy széthullik az unió, vagy nem hullik szét. Most attól, hogy minket mi kikerülünk belőle, széthullik-e, vagy nem, most ezt tegyük félre. Tehát én szerintem ez merő pragmatizmus, és jövőben se fogja érdekelni, eddig se érdekelte, ezután se fogja érdekelni a nemzet. 60 puszta, az igen. Hagyjám, hogy izé... Azt akartam, hogy amit te körülírtál, azt G. Fodor Gábor úgy mondta, hogy egy politikai termék. Úgy van. A polgári Magyarország is. Szerintem azon már túl vagyunk, még az ilyen, még azzal lehetett valamit kezdeni, de most már annyira pragmatikus az egész, hogy most már kegyetlenül. Már politikai termék. Semmi nem számít tényleg, és bármi. Ez a történet, ez a embercsempészes, csak hogy ebből mi van meg az Isten adta népnek, mondjuk, semmi. Ha egyáltalán. Az, hogy migránsok, ugye, mert azok benne vannak a történetben, meg hogy a szegény szlovákoknak már vissza kell állítani a határellenőrzést, annyira nyomulnak a migránsok. De nem áll össze ez a történet, dehogyis. De hogy mit jelent a határellenőrzés visszaállítása? Egyel egyszerűbb módon összeállhatna,
hogy még hogyha a mögöttes szándékokat, amik szerintem is nagyon gyanúsak, de mondjuk ezeket egy irányba mutatnak. Azt mondjuk, hogy ezzel most nem foglalkozunk, csak azt az egyszerű tényt nézzük meg, hogy föl van húzva egy határkerítés, amely ennek a rendszernek a címer állata. Tehát, hogy mi ezzel védjük Európát. Ez a szöveg. És ez a határkerítés, ez ennyire állítja meg. Tehát most mondom, hagyjuk azt, hogy valóban átengedték-e őket, vagy miért. Csak tegyük föl, hogy most tényleg élet-halál harcot folytat a kormány Európa védelmében, ennyire működik. Na most azt hozzátenném, hogy ebből a szempontból az egész magyar nyilvánosság egy leszedált állapotban van, mert ha belegondoltok, hogy hetek óta folyik ez a történet, és még a Fidesztől független nyilvánosságban is néhány ember vagy politikus tette fel azt a kérdést, hogy amúgy elnézést, most azt hagyjuk azt az ideológiai vitát, hogy jó-e az, hogy Abdul bejön ide, vagy nem jó, hanem hogy ti azt mondtátok, hogy ez a határkerítés meg fogja ezt gátolni, és hát az történik, hogy Abdul nem a déli határnál van, hanem az északinál. Igen, hogy jön ki ez a határ, gyerekek? Egyféleképpen jön ki, hogy Abdul Nyugat-Európába akar eljutni, ezért előbb Ausztriába megy, onnan Magyarországon át Szlovákiába, és úgy hogy onnan Németország. Azt hittem, de az Abdul ilyen cseles. Igen. Abdul megpróbálja lerázni az üldözőket. Pontosan, kicsit megpróbálom nyersebben megfogalmazni, amit mondta. Nagyon érdekes, hogy sok ezer migráns ostromolja a szlovák határt úgy, hogy Magyarországon anélkül tudott átkelni, hogy bárkinek feltűnt volna. Mert az az egy autó, amiről beszéltünk. Várja, ott sem lepett az ember csempész. Üldözték 173 kilométeren, és a csávó meg kinyitott az ötöt, és elsétált, miközben szétlőtték a kocsiját. Igen, meg volt beszélt. Na mindegy, szóval az igazság, hogy nekem van, mert ez még egy izén visszakérik egy kanyarod a Sándorhoz, hogy nem tudjuk, hogy a szovjet titkosszolgálatok hogy dolgoznak Magyarországon és miként, de ugye azt láttuk, hogy azt a Kémbanknak nevezett intézmény csak akkor volt hajlandó az Orbán kormány bezárni, amikor az Egyesült Államok etárgyalma egészen súlyos fenyegetést helyezett kilátásba. Miért nem tűnnek fel a migránsok? Mert elvegyülnek a vendégmunkások közé. Na akkor áttért. A Pista átkötött. Megtévesztő módon. Átkötötte a következő témánkat. Ugye most már bejelentette a BKV, hogy indonéz és filippino buszsofőröket fog alkalmazni. 1000 kérdés felvetődik, ezeket majd ti mind elmondjátok. De ugye van az a tanárember, aki elment buszsofőrnek. Szűcs Tamás, akinek a nettó fizetése több így buszsofőrként, mint a bruttója volt tanárként. Itt a flaster témáit kaptad meg életlenül? Nem tudom, ezeket én magamnak írtam. Ez Szűcs Tamás mondta, a Miskolci tanár. De most mit flasterozol már? Hát és semmit, a törzs elkezdett. Itt megeszi a kenyerét. És akkor ehhez még hozzájön. Ugye, kenyeret, hát ezek a kérdések vannak napirenden. Igen, 20 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. Ugye. Azt is orvosolják, mostantól nem teszik közzé az állásajánlatokat. Tehát ez semmi igen. Azt akartam mondani, csak hogy onnan nehéz lesz Filippinában. Hát mondjuk, minden intézményben, majdnem minden intézményben az volt kiírva, hogy mindenféle tanárt keresünk. Igen. De tényleg, ilyen szak, olyan szak. Miközben Rétvári Bence azon örömködött most délután, hogy 1200 pedagógus mondott föl ebben a hónapban a státusztörvényt. Igen, és azzal teszem, ugye, hogy nagyon érdekes, hogy a parlament az egyik legközelebbi iskola, ugye a Hild igazgatónője is fölmondott, néhány kollégával együtt tegnap derült ez ki, ami jól mutatja egyébként azt, amit én nagyon komolyan gondolok, hogy az igazgatók és a tankerületi vezetők is ebben a rendszerben valójában kárvallottak, olyanok, mint a munkatáborban a kápók, akik szintén rabok, és bizonyos kedvezményekért kénytelenek, vagy bevállalták, hogy a többi rabot sorstársat csesztetik. Tudod, mi a rémes egyébként? Borzasztó az egész. Hogy azért ezekből a folyamatokból, amik itt az elmúlt években az órunk előtt játszottak le egyébként, visszatérve egy pillanatra, azt is, amit szóba hoztál. Nem lennénk ekkora szóaréba, amikor ezt a kérdést végig kell gondolniunk, és ha úgy tetszik, az egész nemzetnek végig kell gondolni, hogy megjelennek a filippino buszsofőrök, vagy nem tudom micsoda. Ha egyébként az egész dolog annak idején az elejétől fogva nem egy uszítás jellegét ölti, hanem pusztán csak azt, nem tudom, együtt voltunk a szabadfogásban, hát persze, gondolom. Hogy együtt voltunk, de mindegy, hogy amikor arról beszéltünk, hogy Schengenről érdemes beszélni, mert mi egy schengeni határ vagyunk, és nem lehet csak úgy kibejönni, a repülőtéren se lehet csak úgy
átvándorolni. De az egész egy őrült nagy uszítás kezdődött. Innentől kezdve baromi nehéz ezt az egész problémát végig gondolni. Illetve kezelni pontosabban, milyen feszültségek közül. Előttem van, az apukám buszsofőr volt, meg egyáltalán nem kell hozzá túl sok fantázia. Nem, hogy a dugóban majd a filippino buszsofőrre fognak haragudni. Nem mondjuk, ha ottan a buszra való felszállás lesz. Tehát tele van konfliktus forrással és lehetősége egy ilyen. Ez az egyik dolog, amit akartam mondani. A másik dolog az az, hogy azok után, kiskedit csókolom, amit például művel a mostani hatalom az Iványi Egyházával, speciálisan, hogy és miként nyír ki valakit, amit az oktatás ügyel, ugye most meg akarják tiltani azt, hogy ugye támogasd azt az iskolát, amelyikben a gyereked jár. Nem. Ez mind a fasizálódás. Ez erről szól, a centralizálás, az egy-kétben tartás. Én vagyok a főnök, mindenki takarodjon a francba. Aztán megszüntetik. Csak egy picit, mert ez ide, de tényleg csak egy fél mondat, hogy ugye van ez a ötletük, hogy ne lehessen támogatni, úgymond. Igen. És most már kiderült egy másik remek ötlet is, hogy azokban az iskolákban, ahol csökken a hátrányos helyzetű diákoknak száma, azoktól elvesznek pénzt. Ahelyett, hogy adnának annak, ahol hátrányos helyzet. Igen, ahol csökken, igen, hátrányos helyzetű diákok, onnan elvesznek pénzt. Igen. Ja, tehát a következő tanévben kevesebb esemény vagy. De bocsánat, csak én szakítottam meg. Gyereked van, akkor kevesebb támogatás. Aztán az egész, ami az információs centralizálásról szól. Én nem akarok riogatni, azt teszem. Amikor egyfelől a digitális állampolgárságot borzasztóan komolyan kitették, mint célt, eközben, amikor egy válságtünet van, például ugye meg fogják szüntetni a statisztikai adatszolgáltatás arra nézvést, hogy egyébként hány üres állás van az iskolában. Itt van paraszt. A gyereken akkora osztályba jár, amekkorában is, hogyha mondjuk 80-an fognak egy osztályban együtt ülni, egy tanár bemegy, tehát nincs tanárhiány. Vagy valaki, rendőr, papkatona, kutyapecér, tök mindegy. Na most, ha a társadalom ennyire közömbös egyébként a saját sorsát, és ha úgy tetszik a saját jövőjét illetően, ez valamilyen szerencsénk van, hogy a határok szabadok. Egyébként... Én még visszatérnék, csak bocsa, dzsakartai buszsofőrökre, én is. Hogy van ennek az egész vendégmunkás történetnek egy olyan oldala is, azon túl, amit mindig el szoktam mondani, hogy nincs ilyen, hogy vendégmunkás, tehát a vendégmunkás, ha megtalálja a számítását valahol, akkor az ott marad. Olyan nincs, hogy nem marad ott, nem tudok haza küldeni. Nem is Magyarországon most épp, ha nem vagy abban a helyzetben, hogy ne hívd be, mert muszáj behívnod, akkor miért tudod haza küldeni később, ez egy marasság. A másik viszont az, hogy van egy olyan aspektus ennek, amiről nagyon keveset beszélünk. Ez pedig az, hogy egy dolog, hogy a jegyet hogy fogja kiadni a sofőr, meg megmondani, hogy megáll a Blahán a busz. Mert magyarul meg lehet tanulni, mert nagyon sok mindent lehet. Viszont ezek az emberek hoznak magukkal egy egészen más munkakultúrát, és ez mi nagyon is fontos. Persze. Ugyanis az a helyzet, hogy ahonnan ezek az emberek jönnek, ott a munkavállalóknak annyi joguk, méltóságuk, becsületük sincs, mint itt. És ezt azt hiszem, hogy a Válasz Online-on volt egy jó összeállítás erről, ahol elmondták egyébként, hogy nem is biztos, hogy olcsóbb ez a munkaerő, ha mindent beleszámolunk. De van egy nagyon nagy előnye, hogy mindenféle szakszervezeti vagy önérdék érvényesítési szervezkedés tökéletesen idegen ezeknek az embereknek a kultúrájától. Ott még az a tökéletes rabszolga, az a vadkapitalista mentalitás érvényesül, ez a Dickens-i kapitalizmus, ahol örülsz, hogy nem dögöl széhen, és tök mindegy, milyen munkát elvégzem, és mindegy, meddig, milyen körülmények között, csak örülsz neki, hogy van melód. Na most, ha az emberek ezek tömegesen behozzák ezt a mentalitást ide, akkor az önhibájukon kívül, kérte utálni őket, nem ők tehetnek róla, de ettől még a magyar munkahelyeken ezt fogják standardé tenni. Volt egy ez a cél. Ügy, volt egy ügy, ami büntető ügy volt ugyan, de szerintem túlmutat az em, amikor egy üzemben, szóval csomagoló vagy logisztikai üzem volt, az egyik középvezető, vagy valami művezető, azt a remek poént találta ki, hogy egy ilyen targoncás géppel valahogy így fölemelés akkor beburít, valami embert akart, ez egyik alárendeltjét akarta úgymond megviccelni. Na most majdnem megölte a fickót. És nem ez benne az érdekes, hogy van egy ilyen beteg faszi, akinek ez a happy-e,
hanem hogy nem lesből rátört erre az emberre, hanem utasításba adta neki, hogy, hogy most nem tudom az egész történetet, de hogy feküdj le, meg rakd ide magad, akkor én most milyen jó poén, akkor most fölemellek, vagy beborítalak, vagy nem tudom. Tehát magyarul ez az ember kapott egy tökéletesen értelmetlen és láthatóan életveszélyes utasítást, és úgy hajtotta végre, hogy visszakérdezni sem mert. A főnöke kínai volt, ez a melós, meg filippino. Szerintem ezt a sztorit, ezt mindenki jegyezze meg magának, mert ez a magyar munkavállalóknak a jövője, hogyha ez az út lesz, nem targoncával fognak agyon nyomni mindenkit, de az, hogy már pedig kapsz egy utasítást és végrehajtott, teljesen mindegy, hogy veszélyes, aljas vagy embertelen, Láttunk itt is kazánbozárt közmunkást. Így van, és úgy van. Azon kívül, hát ez a cél, hát akkor mindjárt tegyük hozzá napjaink, ugye, hogy lényegében a munkavédelmi, jó, először is egy elmúlt két évben nagyjából felszámolták a munkavédelmi szervezeteket Magyarországon, azokat a felügyeleti intézményeket, amelyeknek az volt a dolguk, hivatásuk, tehát töredékükre, hogy mondjuk a munkavédelmi szabályokat betartsák a munkahelyek. Legújabban ugye az a terv hamarosan megvalósul, hogy munkavédelmi oktatás nem kell, kap a jó ember egy e-mailt, és akkor aztán olvassa el. Az egész intézkedés sorozatnak effektíve ez a célja, ez a szándék, ezzel lehet, ez az, amiben azt remélik, hogy a következő néhány év GDP-je, ugye különös tekintettel az építőiparra, a nagy ilyen üzemek, meg raktárak, meg nem tudom, micsodának az építésével, meg lehet nyomni a GDP-t, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ebből lesz a növekedés, de ennek nyilvánvalóan az ára, ami egyébként egy klasszikus történet itt az elmúlt 30 évben, a magyar munkaerőt azzal árulják, hogy nincsenek jogaik. Igen. És ehhez egyébként persze, hogy is mondjam, a politikai felépítménynek egy jelentős része hozzájárult, nem kevéssé, bár a 80-as évek végétől, tehát én nem akarom hárítani a felelősséget. Egy dologban vitatkozom veled, Gábor, ebben tényleg az etnikai izének, vagy ha úgy teszik, még a kapitalizmusnak is köze van nyilván, de azért a munka világának ez az étosza, hát idézőjelben, ez, hát hogy is mondjam, azt is mondhattam, hogyha marxizálni akarnék meg, hogy adjatok át a közmegvetésnek, hogy az ázsiai termelési módnak egy sajátja. Tehát én dolgoztam a piacon, én láttam, hogy ők mit csinálnak, önként és dalolva. Én láttam, voltam repülőtérre, hoztam haza a volt feleségem barátnőit, akik reggeltől estig a piacon dolgoztak, amúgy tévedésből hazavittem a táskájukat, kinyitottam a táskát, és a közgazdasági egyetem tankönyvei voltak benne, mert Alenka reggel 6 órától délután 6 óráig dolgozott a piacon, majd hazament, és estén közben végezte a közgazdasági egyetemet, vagy mondhatnám, hogy mit műveltek a vietnámi harcosok annak idején, amikor a Kossuth-Lajos katonai főiskolán mi elmentünk éjszaka kocsmázni, visszamentünk, és a klubszobába, ahogy hívják, guggoltak, a stokin guggoltak, mert tanultak, és azért guggoltak a stokin, hogyha elalszik, akkor leesik. No, szóval ez... A ti utatok volt a helyes. De visszatérve a lényegre, a bűn az, hogy uszítással kezdődött. Most, ahogy így mondtál, na, ezt bocsánat, én pont erre akartam. Hogy uszítással kezdődött, és eközben, most tényleg uszított, ugye apám eszembe jutott, hogy az apám feltámadna. Nem olyan nagyon régen halt meg. Hát nem is menne erre a városra. Ja. Hát ez totál multikulti. Ja. Vagy nektek meséltem, hogy a lakótelepre, vagy a lakóparkba, ahol költöztem 11 néhány évvel ezelőtt, 6 év alatt multikulti lett. Hogy, az uszítás. Igen, azt szerintem az fontos, hogy ez egy érdekes feladata most a Fidesz kommunikációnak, hogy ezt hogy oldják meg. És érdekes, az nem biztos, hogy a legjobb kifejezés, minden esetre ilyen szempontból, hogyha ilyen technokrata módon nézzünk rá, akkor érdekes, mert hát emlékszünk 2015-re, a keleti pályaudvari csatára, ugye, amikor a nyomorult menekülteket ott az is csinált. Az egész csinált volt, pont ott voltam akkor, amikor bemondták a hangos bemondóba, hogy indul a vonat a határhoz. Aztán nem odaindult, hanem ugye a bicskei menekültáborig sikerült elvinni őket. De azok a szerencsétlenek, akik egy hete ott voltak teljes bizonytalanságban, így tényleg ilyen villámként terjedt köztük a hír, hogy hallott-e, indul a vonat a határhoz, és így
tódultak fel a vonatra, és akkor az M1 meg a TV izény, tudod, hogy szemből meg rakta fel a gyereket, hú, az is de jó lesz, meg neki kellett ez a izi tumultuózus jelenet. Jelenet sor. Az egész persze ki volt találva, meg volt csinálva. Aztán ugye az óriás plakát kampány, hogy kezdődött ez a ha Magyarországra jössz, nem veheted el, meg tisztelned kell a kultúránkat, meg aztán utána tényleg minden, hogy végül is már eljutottunk oda, hogy nem nagyon lehet már politikai, közéleti témáról beszélgetni úgy, hogy azt valamilyen szinten ne a migráció keretezze. Igen. És most egy ilyen propagandára, egy ilyen mennyiségű, ilyen erejű, és ilyen tartalompropagandára a nép az hogy reagált? Nyilván úgy, ahogy erre lehet reagálni. Fél, retteg, beszarik, undorodik, mindegy, de csupa negatív. Csupa negatív. Van, félni, rettegni. És 2-3 hónappal ezelőtt volt az első, legalábbis amiről így én olvastam, hallottam, hogy talán Győr mellett, de ezt már elfelejtettem, hogy így feltűnt ott a helyi közösségnek ez egy ilyen kertvárosi rész, hogy az egyik ingatlant úgy akarják átalakítani, hogy ott hirtelen legyen 32 gyerekszoba. Mégiscsak gyanús, hogy valami, és ott megorrintották, hogy itt egy ilyen munkásszállót akarnak létrehozni. Ugye? Akkor emlékeztem. És milyen nagy volt a felháborodás, pedig az a környék, ez egy ilyen tipikusan Fidesz szavazó környék. Ez most nem negatívként, hanem az a vidék. És hogy én már akkor mondtam, vagy azt gondoltam, hogy jó, az ennyire okos nem vagyok, hogy hát ez egy érdekes konfliktus lesz, ami politikailag érdekes konfliktus lesz, hogy az a nép, ami most már 8. éve basszus, arra van trenírozva, hogy utált, gyűlölt, retteg az idegentől, mert fel fogja robbantani magát, és meg fog erőszakolni, és mert itt már nem arról van szó, hogy elveszi a munkádat, hanem hogy életveszélybe vagy, hogyha egy ilyen ott van a közeledben, kb. Ezt a képet kapjuk a mai napig ugye a kormányzati nyilvánosságból, hogy most nekik azt kell eladniuk, hogy van a jó migráns, jó, vagy a rossz migráns, meg a jó vendégmunkás. Oké, csak a jó vendégmunkás az utcán pont ugyanúgy néz ki, mint a rossz migráns, mert izé van a fején, meg a bőre színe az olyan, vagy meg úgy, beszél magyarul, ahogy sehogy, úgy viselkedik, olyan izét hoz magával, olyan viselkedési formákat, igen, és a többi, és a többi. És tényleg így szétnéznek az emberek majd most hirtelen így maguk körül a főtéren, a kis település főtéren, és azt fogják hiszen, hogy basz. Hát hogy nézzünk ki? Hát tele van izével. És ezt majd valamit, ezt kezelni kell, mert ebből biztos, hogy lesznek konfliktusok. És most még a magyar közönségnek ez a része, ami erre fogékony, az még előszeretettel csámcsog a stockholmi külvárosi bandaháborúkon. De ez egy darabig még elviszi a sót, de majd amikor a saját bőrükön tapasztalnak, meg bármit, és most nem arra gondolok, hogy itt az lenne, vagy bármit, ne is legyen nagy az ég. De lesznek konfliktusok, és pont eljutott eszembe, amit mondtál a buszsofőrökről, hogy ilyen apróságokon is. És, okay, hát csak most mindenki minden összecsapta. Ezek hétköznapi szituációban, ezek az apróságok, ezek valóban apróságokként működnek. Csak amikor alá van egy ilyen bomba így, egy ilyen nagy dinamit raktár rakva, amit a propaganda csinált, akkor mindjárt más lesz a leányzó fekvése. Úgyhogy szerintem ez egy... Egy szó igazad van. Kell. Egy szó, mint száz. Csak hogy az egyik, hogy... Az egy szó az, hogy higgyétek el, mindezen probléma halmaz mögött a demográfiai katasztrófa van, amit részletesen szándékozok a közeljövőben a nézőinkkel is megosztani, meg általában bárki, akit érdekel, de az egyik ugye a buszsofőr. Amikor én itt beszéltem arról 2 hete talán, hogy a tanárok, ugye, hogy a nyugdíjas tanárok tartják a rendszert működésben, mert megkapják a nyugdíjuk mellé a teljes fizetésüket, okos kollégák egykori tankötársaim elmagyarázták, hogy tévedek, mert nem csak a fizetésüket, mert amikor a nyugdíjas visszamegy dolgozni, akkor nem vonnak a fizetéséből SZIA-t, stb. Tehát többet keres, ha nyugdíjból megy vissza, mint előtte, amíg nyugdíj nélkül, tehát még aktív koruként dolgozott, papíron ugyanaz a fizetése, de gyakorlatban néhány 10 000 forinttal több. Tehát a nyugdíjas tanárok tartják életben a rendszert. A demográfiai katasztrófánk az abban nyilvánul meg, most röviden lelevem a poént, ugye, hogy elfogynak az aktívak. Rakétasebességgel fognak az aktívak, és ezért kell, és tulajdonképpen 2 hete akkor kapcsolatom, amikor az egyik kedves nézőnk odaírta a YouTube-on a műsorunk alá, hogy ugyanez van a volánnál, azóta módszeresen figyelem a sofőröket, és tényleg, tehát azt látom, hogy rendkívül magas a közösségi közlekedési járműveket vezető sofőrek átlag életkora. Na, szépen elmondtam. Magyarán a nyugdíjas buszsofőrök tartják életben a tömegközlekedést. És akkor ehhez még de hozzá... meg ehhez kellenek ezek, mert ezek se bírják a végtelenségig, ott már rá kell segíteni külföldivel. De a kórházban
külföldi orvoson, a vidéki házi orvos külföldi, Békésben van ugye az a kedves, nem is tudom, líbiai, vagy szíriai, vagy libanoni ember, aki ilyen évházi orvosa volt már meg. Mindent, de kiválom, de Békésben egy libanoni tartja életben a házi orvosi rendszert. Ugyanez lesz minden ágazatban. De oké, hát nyilván ugye az a erőltetett iparosítás, ami most itt a hagyományos autógyártás ból való menekülés során történik, hát erre nem volt senki felkészül. Ez kimaradt az egyenletből. Igen, erről jó pár évszel ezelőtt beszéltünk, azt hiszem, hogy maga a demográfiai katasztrófa az eleve egy nemzeti tragédia, amifelé haladunk. De erre még rájön, hogy jó, ez a kormány nem tudott rajta fordítani érdemben, én nem tudom, tudott-e volna valaki máshogyan, ez is egy bonyolult kérdés, de hogy még erre ráteszik azt a iparosítási programot, amelyik eleve egy demográfiailag hanyatló országban működésképtelen, vagy kénytelen vákumként bevonzani az idegen munkaerőt, és annak minden létező következ, ezt már végképp kibeszéltük, hogy milyen következményeiben. Tehát ennél rosszabb helyzetfelismerést, mint hogy az a nemzetstratégiai elképzelése, dehogy nincs semmilyen, csak hogy most idézőjelben, hogy azért, hogy valahogy néhány évre felpörgesd a GDP-t, ezért egy demográfilag hanyatló országban olyan munkahelyeket próbálsz teremteni, amelyeket fiatal aktívaknak kéne betöltenek, meg nincsenek, ez elképesztő. Ez sima pánik. Jó, gyerekek, megint egy szó, nem? Egy mondat. Hogy azért téved, Gábor, mert nem az öreg, a fiatalokról van szó itt, hanem az öregekről. Mert az egyik legnagyobb kiadás az államkasszában a nyugdíj. 6400 milliárd forint fölött van. Most novemberben, ne haragudjatok. Most teljesen másról beszéltem magából. De arról beszélek, nem tudja bevenni a nyugdíjhoz szükséges bevétel. Nem erről volt, azért kell, valakit dolgoztatni, és mivel nincs aktívkorú magyar, kénytelen vendégmunkást dolgoztatni, a nyugdíjat ki tudja fizetni. Értjük, azt ne felejtsd el, ez tényleg egy mondat. Ez kényszer. Nem tud hova menni ez a kormány, nem tud visszafordulni, ezt már elcseszték, végleg. Úgy néz ki, pont a legnagyobb szent grájával megy szembe egy az egybe, és leköpi saját magát, a szavazóit, mindent azért az a Fidesz dimenziójában is gyönyörű, nem? A betonba tud menekülni, sehogy, csak a betonba. És akkor még ez én is egy mondatot hozzáteszek, hogy ugye kevés az aktívkorú, de aki meg majd aktívkorú lehetne 4 év múlva, azoknak a 40%-a pedig funkcionális analfabéta. Úgyhogy... Nyiszálhatjuk magunkat rövidesen. Amúgy meg még ráadásul szeretkedni kéne, mert gyereket csinálni jó. Na, megint tovább. Hát csak az Orbán kormány alatt 300 ezerrel kevesebben vagyunk. 10 óta. No, úgy néz ki viszont, hogy a társadalom azért valamilyen formában reagál erre az egész borzalomra, mert ugye a Median felmérése szerint többen vannak azok, akik leváltanák Orbán Viktort és a kormányát, mint azok, akik megtartanák. Igen ám, de ugye a parlamenti szavazás törvényei szerint ennek egy helyre kéne menni már, mint ezeknek az embereknek a szavazatainak, ami viszont rendkívül megosztott. Tehát gyakorlatilag ez az 50-valahány százalék, ez százalékon szétmegy. Ennél is nagyobb a baj. Ennél is nagyobb a baj, de az egy-két adatot hadd mondjak, jó? Tehát ha jól emlékszem, hogy Mi Hazánk áll 10%-on, a Jobbik 5-ön, a Szocik 2%-on, a Vonafilme reform, második reformkor 2%-on. DK 12. DK 12%-on, igen, és az összes többi az meg 6. Sehol. Ja, a Momentum 6. Igen. Ezeket kutyapárt is. Ezeket szeretem. A kutyapárt tök jó, már a Momentumot szorongatja. Igen. Na mondjam. De ezek annyira kis optimista olvasatok, nem ez a többen akarják leváltani. Hát jó, hát meg amíg a Fidesz 50% alatt van, addig mondhatjuk, hogy többen akarják leváltani, de 46%-kal is idő. A felmérésben rákérdeztek arra, úgy tudom, hogy le akarod váltani. Ja. És akkor arra azt mondta, hogy igen, ez egyébként nagyon régóta nem volt többségben, aki azt mondta volna, hogy jobban örülne, nem ez a kormány lenne. Arra mondtam, hogy nagyobb a baj, hogy az, hogy az 50-valahány százalék oszlik el, ez sajnos még ez sem igaz, mert az a helyzet, hogy az 51-2 százalék mondaná, hogy váltsuk le a kormány, és ebből összesen, amennyi eloszlik, tehát aki bármelyik ellenzéki pártot megjelölte, hogy ő azzal szimpatizál, vagy akár csak hajlandó lenne rászavazni, az 40% alatt van. Tehát van egy több mint 10%-os lyuk, akik őket már a bizonytalanok közé se biztos, hogy sorolni lehet. Hát egy ilyen strikt kérdésre azt mondta, hogy
menjen a fenébe, akkor már nem akarom. És akkor megkérdezték, hogy és akkor kire szavazna, akkor meg azt mondta, hogy nem tudom. Valószínűleg ezt mondta, hogy nem tudom. De egyik ellenzéki pártot sem mondta, a Fidesz meg nyilván nem. Csak legyintett. Na most ez, tehát ha van kőkemény politikai feladmány, az ez. Tehát az, hogy amikor annyit átkozzák, szarpillanat, amiben átkoztam én is az ország népét, hogy nem értitek meg, nem meg, még mindig meg, mindent eltűrtök meg, minden. Na most itt van az a helyzet, amikor a többség azt mondja, hogy ő most már amúgy, ő már keresne valami mást, és az az ellenzék, ami adatott így nekik, amik közül így válogathatnának, az pedig képtelen megszólítani őket. És ameddig ez van, ez a kulcsa ennek, tehát ez az, amit én annyiszor el szoktam mondani, mindenkinek van egy veszőparipája, szegény nézők, vagy mindenkiről szinte név szerint tudják. Mi az nekem az, hogy ameddig ez az ellenzék van, addig marad ez a kormány. És szerintem ennél is rosszabb a helyzet, mert hogy... Jézusom! Na. Nem, hát hogy én is szoktam így néha így a népet cseszegetni, de mondjuk én leginkább a fideszes népet szoktam cseszegetni, és azért, mert azt gondolom, hogy csak pont emiatt, hogy olyan az ellenzék és olyan az ellenzéki szavazótábornak a meg is szétoszlása, amilyen, ezért csak a Fidesz szavazói tudnának bármit tenni, hogyha azt mondanák, hogy nem szavaznak a Fideszre, mert az mindjárt egy más helyzet. Megbüntetik a Fideszt azzal, hogy nem adják. Oké. De hogy most ránéztem erre az egész adatsorra választópolgár szemmel, mert hogy én is az vagyok, és hogy oké, nem szeretjük a Fideszt, rossz Fideszt, lekér cserélni, persze. Mi van a második helyen? DK. Harmadik helyen Mi Hazánk. Tegyük fel, hogy megfordul ez az arány, és a Fidesz még több, még veszít, még rosszabb lesz a gazdasági helyzet. Megerősítik a DK, megerősítik a Mi Hazánk. És akkor mi van? Ezek soha nem fognak koalícióra lépni. Vagy ha igen, az még rosszabb. Vagy ha igen, akkor még rosszabb. Tehát akkor érted. Akkor arra mondjuk tehát, majd, hogy az Orbán kormány Disney hogy ezt kéne megoldani a magyar választópolgárnak, ezt a feladványt, hogy nem akarom a kormányt, de én attól nem akarok egy DK, Mi Hazánk bármit. Ahol ők, tehát, hogy vagy a DK-t, vagy a Mi Hazánkot kiveszed az egyenletből, akkor meg megint ott marad egy kis pocsolya, mert hogy a többi meg gyenge. Tehát, hogy ez teljesen csak gyenge, hát nem kínál semmit. Azért gyenge, mert nem kínál semmit. Hát, amit egy ember azt mondaná, ez így van, reményvesztett vagyok, fáradt vagyok, elegem van, valami reményt ad is. Nem csodálom, hogyha passzivitásba menekülnek a választók. Hát most őszintén, hogyha most nekem holnap lenne a vasárnap tartandó szavazás, akkor most én mit csinálnék? Hát lehet, hogy így elmennék, aztán behúznék a két farkúra, csak azért, hogy viccből, hát ha bejutnak, és akkor lesz egy-egy szórakoztató büntetésük. De hogy hova, kinek, miért? Tehát, hogy ez, én most nagyon nem irigylem szegény választópolgárokat, beleértve magunkat. Na mi van, Jani, miért nem motoszkálsz? Mert azzal akarod befejezni, hogy le kell váltani az ellenzéket, mint amit a Gábor mondott. Hát visszaértünk oda, amit én itt tennél az asztalnál, elég rigút és igen, de ez egy fasság. Mi az, de hol van az az ellenzék? Ott ül, vagy hol kint a villamoson? Sándor, nem, az a nem, fölkelni a fotából, és ez már vagy tízszer. Ha már levisszük mi a szintén, akkor nem mi újságírók kelljük már fel a fotelból. Az viszont egy reális. Azt mondtad, bocs, hogy mint választópolgár néztél rá, én most a választópolgárokra gondolom. Az viszont egy, csináljuk pártokat. Az viszont egy reális dolog, ami előtt állunk, és ez meg fog történni, nevezetesen az, hogy, vagy akkor egy másik oldalról indulok. Az a helyzet, hogy nem annyira a nép, sőt a néppel, paradox módon most azt gondolom, tényleg az éget a világon semmi baj nincs. A nyilasokat vegyük ki a képletből, ellenzékről beszélünk már úgy, hogy nincsen hatalomban. Tehát a nyilasok szerint mindegy. Ennyi nyilas van ebben az országban, pont. Aztán vannak a konstruktív ellenzék. Ugye például Ungár Péter. Aztán van a Gábor, aki hosszú távlatokban gondolkodik, majd kiderül, hogy mi lesz, fiatal ember megengedheti magának ezt a luxust is, hogy kell is, hogy legyen gondolkodás, hát valaki gondolkodjon is. Én szerintem a probléma az, hogy a rendszer támadó, a rendszert felszámít, tehát az Orbán rendszert szeretném hangsúlyozni. Az Orbán rendszert, amely egy olyan politikai cselekvést hajt végre ma Magyarországon, amit egyébként még az ő alaptörvénye is tilt.
nevezetesen a hatalom kizárólagos megszerzésére való szisztematikus törekvés, ez úgy egyébként alaptörvényellenes. Na most ebben a törekvésében a hatalmat megakadályozni szándékozó Orbán rendszer, kritikus politikai erők addig így darabonként szart se fognak érni, amíg egy mondjuk így kihívhatja, mit tudom én, választási pártnak, vagy alkotmányozó pártszövetségnek, és nem áll össze, mert vágyik a közönség egy ezen része, amíg ez nem kerül meghirdetésre, és nem mutatódik föl, ez egy nagyon hosszú munka, tehát ez nem úgy van, hogy most egyszer csak összeállunk, mint ahogy ez ki is derült, hogy mindahányszor megbukott a úgymond technikai koalíció, meg az. Meg ilyen posványos vitákba zuhant bele, ugye, hogy akkor hogyan lehet feles többséggel alkotmányozni, meg felszámolni a jelenlegi alaptörvényszerű rendszert. No szóval, amíg egy ilyen politikai töm nem áll össze, azzal a céllal, hogy ezt az Orbán rezsimet leválassza, egy ennek megfelelő, legalábbis egy alkotmányozó nemzetgyűlésig elvívő politikai programmal, addig ezek a pártok egymást fogják zabálni. Mondjuk, hogyha adabszurdum a DK földzabálja az összes többit is, akkor is egy adabszurdum, hogyha eléri azt, hogy feles többsége legyen, mire megy vele? Legfeljebb bele lehet szeretni a jelenlegi Orbán rendszerbe is beleülni. Tehát... Megtörtént. Mindaddig megtörténhet. Hát, hogy beleszeret, szerintem már beleszerettek. Figyelj, de erre most csak annyit tudok mondani, hogy neked, te ezt jobban tudod, ennek van 100-valahány éves politikai hagyománya, és nem csak a... Persze. ...izébe. Tehát ebbe bele lehet szeretni. Na de mindaddig szerintem, hogy mondjuk egy esetleg egy ilyen vágya a választók egy jelentős részének nem áll össze. Egyrészt a választók egy jelentős részének a száma nem fog gyarapodni, mert nem egyszerűen egy technikai kijelentésed. Ha és amennyiben egy ilyen összeáll, és én nekem van egy olyan érzésem, hogy ez az én életemben nem fog bekövetkezni, most a, hogy mondjam, a geopolitikai környezetről nem beszélve, nem tudjuk, mert amikor a geopolitikai környezet változott, akkor Magyarországon is valami mindig változott, ilyen vagy olyan irányba, de a rendszer lényegét nem érintette, szóval ennélkül nem fog menni. Tehát én azt gondolom, hogy azok a választók vannak számosak, és ennek ezer oka van, részben a globalizáció, megint egy pozitív izéért mondom, és sok minden más, addig ez a helyzet nem fog tudni változni, és az a helyzet, hogy az ellenzék rendszerkritikus politikusoknak egy jelentős része ezt nem ismerte föl. Halvány politikailag nem kidolgozott felismerés, és a jelenlegi maszoknak van, de erre most, de halvány ugye az uniós választásokkal kapcsolatban. És egy dolgot szeretnék mondani, hogy ezt nem lehet összerakni két nap alatt. Ez hosszú-hosszú munka, és ide még befejezésült szeretném ideidézni. Én is oly sokszor már elmondtam az Orbán, hogy ez a rendszer ilyen legyen, ezt majd egy 30 éves munka alatt rakta össze. Tehát, ha lenne egy ilyen koalíció, azt is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor is megalapozottan kéne politikailag deklarálni, ahhoz, hogy el is higgye a választóknak az a része. Hát meg egybe kéne maradniuk mondjuk 3-4 választási bukfelsen keresztül. Az nagyon jó szokott. Az, hogy elhisszük vagy nem, tehát azért az is egy nehéz kérdés, tudod, hogy ha azt mondod, hogy ezt a rendszert azért kell leváltani, mert a hatalom kizárólagos megszerzés törekszik, és értem, hogy az egyik fontos szempont, és az alkotmányosság szempontjából visszaélések sorát követik el, akkor ugye ott van a kérdés, hogy jelenleg ennek a jelenlegi ellenzéknek a legerősebb és egyre erősebb pártja, de minden esetre legalábbis megkerülhetetlen. És hogyha össze akar állni ez a történet, és nekem rá kell szavaznom, akkor ugye meg kell bíznom abban, hogy az a Gyurcsány Ferenc fogja, aki a harmadik magyar köztársaságnak nevezett valaminek a felfeslését, azt először az ő nevéhez köthetjük. Ebben az országban az alkotmányos demokratikus keretek feszegetése, illetve azt szoktam mondani, hogy a Fidesz sok szempontból leépítette az alkotmányosságot, Ferencünknek nem volt ez hatalma, de néhány hétre azért előszeretettel felfüggesztette, amikor jó, éppen jó. Ez volt a politikai érdeke. Ezért ebben az emberben kéne megbíznunk, ez a baj. Figyelj ide, egyrészt ezért buktattuk meg, ez az egyik dolog, és egyébként
hipotetikusan, azért ahhoz ő neki is nagyon, hogy mondjam, ahhoz, hogy egy ilyen koalíció mondjuk létrejöjjön, ahhoz sok szereplő kell. És nagyon meg kell változnia itt sokaknak ahhoz, hogy én is elhiggyem. Ebben nem csak ő a kitüntetett személy, akinek másképp kell. Ez egy egész más politikai kultúra, amit felváltott, de bocsánat, hogy ilyen nagyképűen fogalmazok. Ez egész más. Jelen állás szerint nem nagyon látok a rendszer kritikus körben olyan politikai erőket nagyobb számban, akik ezt fölismernék. Most lehet, persze én tévedek is. Oda, akkor most te is arról beszélsz, hogy az ellenzéket le kell váltani. Na de, jó, de... Mert nem jó. Hát... Jó, de... Csiszoljuk még a gyereket, maradjuk, jó? Én nem, egyszerűen ezt tényleg csiszoljuk. Le kell váltani, igen, és akkor mutass már rá, hogy kire. Csak nem rád, Janu. Hát ne röhögtess már ki. Én a Janu. De ha ez ilyen szar, akkor nem mindegy, mire váltjuk le. Hát megpróbáljuk. Hát akkor legyen a Janu. Legyen a Janu. Mennyiben jó? Legyen a Janu. Ja, a Janu. Legyen a Janu. Én a Janu van meg. Janu miniszterelnök. Ez nem volt szép. Mármint, hogy... Én szeretjük a Janu. Te nem szereted? Hát akkor váltjuk le rá. Tudod-e fejből a kötött fogás extrának az időpontját? Kíváncsi vagyok. 30-19 óra 6 szinte átrunk. 31-e. Tehát nem tudom fejből. Tehát nem tudtad fejből. 31 Nem szinte, csináltam meg ezt a gyerekkori 19 hat szinte. Puzsérral, Csintalannal, Dévényivel, Konokkal, Törzsével. Konok nem biztos, mert a felső vezeték leszakadt. Addig nem tudjuk, hogy helyre jön. Hisztérikus vénember vagyok. Nagyon szépen kérlek, azt a nyelvhasználatot, amit csak a vezeték néven szólít, itt ne honosítsuk meg. Tehát mindenkinek két neve van. Igazad van, azokkal Sanyi, csak tudod, hogy meg, tudod, van egy küzdelmem a keresztemekkel. Semmi baj, semmi baj, semmi baj. Elnézést, keresztemek. Csintalan Sándorral, Puzsér Róberttel, Dévényi Istvánnal, Konok Péterrel és Pörzse Sándorral. Na, meg volt. Akkor meg vagyunk. Viszontlátásra. Viszontlátásra.